Ne értsétek félre. Nem bolondul meg Claude. Ő örül. Ő örül, hogy Stewton Islanden lehet. Azért ugrál itt a tócsában és örvendezik. Nézzétek meg. Hú, milyen vidám, életvidám. Nézzétek meg ezt az arcot, ezt a fejet, hogy milyen vidám. Hát ennél vidában már nem is lehetne. Nézzétek meg most az én fejemet, hogy az milyen vidám. Hát az a fej sem lehetne ennél vidámabb. Szóval... pocsolja. Meg sziasztok. Meg GTA 3. Meg izé, Definitive Edition 10. rész. Jubileumi rész. Szóval ez... Remélem hallottatok a hangom. Szóval ez egy... egyórószás rész lesz. Kabár vagyok, mert hát kikapcsolták a gázt. Kikapcsolták a fűtést. Nem amúgy, hát... Na hát, nincsen olyan bőrkabátom, olyan bőrjacket, mint olyan Claude-nak van. Szóval, hát felvettem ezt a jacket, mondjuk az ilyen, mondjuk azt lehet, hogy le lehetett volna venni. Nem, azt hiszem, ezt nem lehet levenni. Na mindegy. Na, bájatok? Kb. Így néz ki. Szóval egy kicsit megpróbálok azonosulni Claude-dal, meg hát jubileumi rész, szóval mondjuk, hogyha megpróbálnék azonosulni Claude-dal, akkor az annyit jelentene, hogy nem kéne beszélnem. Szóval, na mindegy. Figyeljetek, srácok, valamit elfelejtettünk Portlandben. Nagyon fontos dolgot. Na mindegy, majd visszamenjünk Portlandre. Hát ebben a részben lesz minden. Küldetésezés. Minden lesz, hogy megrássátok. Rejtett csomaggyűjtés is lesz, már el is kezdjük. Közben még valami kis, jaj, vigyázzat, hölgyikem. Közben, jaj, mi ez a mikrofon, jaj, mi ez a videó, jaj, mi ez a Géta Norbi, jaj. Nagyon szépen köszönöm még mindig azt tudom mondani a lájkokat, meg azt, hogy várjátok a következő GTA részt. Még mindig szokott lenni olyan kérdés, hogy mikor lesz GTA San Andreas, de én ezeket már lassan már figyelmen kívül hagyom. Úgy is lenne mondani, egyik fülemen ki, másikon be, de örülök ezeknek a kérdéseknek is, nagyon örülök. Természetesen majd lesz az is. De San Andreas végigjátszáskor nehogy azt kérdezzétek nekem, mikor lesz, mit tudjam én, GTA 4 New, vagy nem tudom, mert komolyan mondom, ihajcsuhaj, dínom dánom. De szerettem itt ugratni gyerekkoromban. Ott egy egyetemista lány, aki úgy néz ki, mint egy örömlány. Na, ez már az ilyen nem volt az alap GTA 3, de... Na, kis látjátok, Grove Street Games még ilyen újításokat is tudott hozni. Helyes. Nagyon helyes. Ahu, bau. Na nézzük, szegény Infernust összetörtem. Összetörtem szegény darabokra, ripityára lett törve a lelke meg a szíve. Itt ugye, itt van a HP. Jól van akkor. Akkor megyünk a szukához. Így van. Hát előző részben ugye Salvatore-tól, hát ilyen izét. Na, könnyes búcsút. Izéletünk, búcsúztunk. Itt van Kenji. Kár, hogy én nem így tudok beszélni. Milyen rossz már ilyen izé Yakuza vezetőnek, aki így beszél. Na mindegy, hát. Ez ilyen ez a beszédhiba. Hát mindannyian tudjuk, legfőképpen én. Na hát a maffia még mindig... Mi történt ott a triádos izével, házzal? Ráesett Raspiusa. Na mindegy. Mi van az orromban? Már megint. Videózáskor. Ha, picsába. Na mindegy. Megyünk akkor. Mivel menjünk? Menjünk Infernusszal. Hát igen, a Leon család tagjai itt Stewton Islanden befészkelték egy-két helyre magukat. A Vendetta meg minden. Hasonló. Szóval az nem jó. Mehetünk. És... megmutassuk neki ki itt a Claude. Na a parkba is oda beültek. Nem hogy nyársalnának szalonnát, nem tudom. Gumicukrot nyársalnának. Mindjárt adunk nekik egy kicsit. Ping. Ezt a Street Sweeper achievementet még hányszor fogjuk megkapni? Ilyet se láttam még, hogy ilyen sokszor megkapjunk egy achievementet. Dínom, dánom, csínom, palkó, jankó. Az igen. Jaj, vigyázzál Claude, víz. Ugye ez milyen? 1 mm-es víz. Az jó. Jó az 1 mm-es víz is. Itt van egy rejtett csomag. Most már tudom, mi piszkelje az orromat. Ti. Ja nem, a hajszál. A hajszál piszkelje az orromat.
Az a Infernus, komolyan mondom, lecserélek egy Idaho-ra, az lesz a vége. Itt kell lenni még egy rejtetnek, nem? Ja, másik. Itt nagy kosarazások, minden. Minden játszik, Lance Tucker is játszik, meg Gaeta Norby is játszik. Na jó, szóval Tony Cipriani lesz szerintem az újdon, és biztos, Pistukasz szerint biztos. Aztán látjátok itt, mit akar velünk. Azt hiszi, hogy még mindig itt a maffiának nagy Josiah, you are Struthlitz. Nagy izé, hatalma van. Aha, a fenét van hatalma. Az van hatalma. Milyen hatalma van? Milyen hatalma van? Ne idegesítsetek fel. Na. Istenem. Nem lehet. Istenem. Keresztapa bosszúja. Hát komolyan mondom, mindjárt dúdolom a Keresztapa főcímdalát. Hát megyünk vissza a Szicíliába. Fejezzétek már be ezt az izé vendettel, mert megöljük ezt a Claude Speedet. Fejezzétek már be! Néma Patisson! Na, erről van szó. Azért akartam, hogy kiszálljanak már a töltény miatt. Ennyi. Itt még lehetne úgy valami sütni, nem? Na mindegy, hát Néma Patisson. Most már elég Néma Patisson? Na. Elég volt ebből is. Hol vitt ez egy kirakat? Már azt lassan megfulladok. Ja, itt a kirakat. Vagy te már egy kirakat? Jó van, oké. És már rejtett. Hú, de igyekszem megölni a maffiát. Maffia, maffia. Te rejtett csomag. Rejtett. Úgy kettő pár, ezt jól elmondtam, kettő vagy három rejtett csomagot még simán fel tudtunk volna venni Portlandon, de hát olyan múlva voltam és fogykos, hogy elfelejtettem őket, hogy hol van, szóval Dínom, Dánom, Csinom, Palkó, Raspiusa, Ábel és Anita. Na, nem ezt akartam mondani. Na, még Kenji kaszinójához is idejöttek. Na, már mindjárt meglátogassuk a Kenjikét. Jó, mondjuk ő még legalább attól függetlenül, hogy izé nem tud beszélni, már úgy ért, hogy sejpít, mert minden, meg egy kicsit ilyen izé, attól még függetlenül tud beszélni, mert még az se, szóval nem mondhassuk azt, hogy izé múja. Én vagyok a múja, nem tudom eltalálni. Ezek is felmentek oda. Nél a Pirike néni nem mer kiterigetni, mert itt van a maffia. Itt van a párkányon a maffia! Pirikém, ne menjél ki, ha meg ő! mondja a férje Pirikének. Ha meg őnek! Hát láttam ilyet a Kalambóba. Ha nem látod Pirike a keresztapát, hát mindig azokat a török sorozatokat nézed. Azért nem látod sohasem még a keresztapát. Na, az M4-es kis csábító M4-es. Menjünk be Kenjihez, elázunk. Kambu bust, nem így mondják, Kambu bust out. Ajaj, ajaj. Az erős ember szembenéz a félelmeknek, ha bárta. Ja, nem. Ja, azt hittem most mondja a közmondásokat, majd mindjárt mondja. Azért szerettem mindig a Kenjit. Disadvantage. Most a Berencét nem kéne is leereszteni, már elég hideg van, nem? Kenji nem így nézett ki alap GTA 3, kicsit megváltozott. Még Asuka is eléggé megváltozott. Úgy néz ki, mint valami rossz Disney hercegnő. Na mindegy, hát... Steal a cup car. Na, régen ezt a követéset tudtam megcsinálni, azt tudtam, mit kell csinálni. nem tudtam nagyon, izé pedig... Akkor már angolos volt, ami negyedik általános iskola, negyedik osztályába kezdtük el az angolos izét, angolt. De... Valamiért így az így kimaradt. Ah. Azt hittem megváltozott a helikopter, de nem változott meg. Hát egy kicsit megváltozott. Jól van. Itt én leugorjak? Én leugrok. Katalina! Jó. Milyen kocsi vannak Kenjinek? Mondjuk azt szerintem nem csak Kenji, hanem a kaszinó, akik jönnek kaszinózni. Jaj, Cloud, mi van? Boka fit, nyak ficam vagy mi? De mindegy. Menjünk a rendőrségre, úgyis oda kell menni, és akkor lopunk egy rendőrkocsit. Vagy esetleg egy-kettő nényének a szatyrát elveszük az utcán, és akkor majd jön a rendőrség is. Akkor majd akkor boxolunk velük. Ott a rendőr. Ott a rendőr. Megjött Terence.
Megjött, nem tudom miért Terence Hill-nek neveztem el ezt a rendőrt, nem is hasonlít rá, az alap GTA 3-as rendőr se hasonlít rá. Mindegy, ennyi erővel lehetett volna, mit tegyem én, Cicsolina is, de mindegy, most már Terence Hill marad meg a köztörből. Ja, ezt lehet rosszul elbasztom. Ja, túléltem. Elbasztam. Menjünk 8-ballhoz. De mondjuk nem 8-ball, nem tudom kihez mehetünk amúgy, mert 8-ball biztos figyel a maffia, mert ugye hát eléggé szoros kapcsolatot ápolt az a maffia 8-ball-al. Szóval biztos figyelik 8-ball, szóval nem hiszem, hogy 8-ball-al üzletelnénk. Mert ki tudja, nem tudom. Az biztos, hogy most így a maffia így a GTA 3-ban így abba hagyta a gyilkolászásunkat. Kivéve akkor, hogyha hát a Saints Markba esetleg bekevergőznénk újra, de nem hiszem, hogy szeretnék oda bekevergőzni újra. Nem látok ettől a kibaszott esőtől semmit, de annyira idegesít. Nagyon idegesít. Itt mindig esni kell ennek a szalnak. Amit szalókon meg köd van. Csak mondom a GTA 3-nak, hogy az alap GTA 3-ban is sokszor volt köd, de itt meg azt kivették, szóval nem értem ezt sem, hogy miért pont, miért hogy kivették ezt az egészet. A Name of Hattison. A Kenji nem bíz bennünk, szóval hogyha megmentjük a nem is tudom, ilyen nagy fejes, hát előzetes letartóztatásban az egyik embere a rendőrségen, és hogyha kiszabadítsuk, akkor most már majd bízni fog bennünk, és minden. Nem volt elég, hogy megöltük a keresztapát, minden. Még a kereszt fiát is meg kellett volna ölni, nem tudom. Jó van, okosan. Jaj, leugrott valaki! Láttátok ott a magas épületre, leugrott valaki! Nem igaz. De jó, elég ebből a közjátékból. Régen azt hittem, hogy ezt a bankot rabolták ki Catalináig, de nem. Az egy, ugye a Ghost Island-en van. Az a bank. Hát közben gyűjtsük a rejtetteket, mert ráérünk. Ugye? A 40-nél azt hiszem, hogy shotgun kapunk, a 50-nél meg pajzsot. Szóval jó az elosztás, nem úgy, mint a Vice City-nél, hogy ott ugye kaptunk, a 10-nél már pajzsot kaptunk. Nézzétek meg! Látjátok, ez milyen hely? Ez egy internet kávézó, gyerekek. Ez egy internet kávézó. Ja, ide se jövünk internetezni, hogy itt vannak a járdik. Ugye, ismeritek, GTA 4-ben elég sűrűn idejöttünk, ugye? Hát Nikónak nem volt még okos telefonja nagyon, aztán Nikó idejött internetezni. Hát nem ide, na de értitek, mit akarok ezzel közölni. Na itt van a rendőrség, viszont ott pedig a városháza van, ami az is nagyon fontos. Mi a picsa van ott a fejemnél? Ja, hogy kell izé aktiválni a bombát? Mondom, mi van ott a fejemnél? Hú, már megijedtem. Jó lenne ez a kamera? Cat Mario. Na, jó van. Na, majd csak odaérünk hónap utána. Sietek, lássátok, mennyire sietek. All gonna get you. Megyek már. Itt is van egy rejtett csomag. Rejtett csomag gyűjtögetés Norbóval. Norbász kolbász. Így. Megyek vissza. Nyugi. Be kéne menni megint a holcukrot. Nem tudom, az mennyire volt értelmes mondat. Sem ennyire. Ugye a portás beenged minket. Így van. Egyből ki is nyitotta. Nyisd ki a szívem. Kapuját. Itt is van egy rejtett csomag. Ki is gyűlt. A 40. Huhu. Shotgun. Jó van. Akkor jól emlékeztem. Mert nagy verekedések mennek. Biztos ezért. A napi reggeliért. Enyém lesz úgyis. Enyém lesz úgyis az a Mirelit. Látok. Nekem ez kell. Gyere, megyünk. Szatosok leszünk. Gyere. Gyere, ne ott állj már, mint nem tudom. Gyere már. Mi van? Mit állsz ott? Gyere már, hogy nézem úgy ez ki? Nem azért, mintha én olyan szép gyerek lennék, de... Na, gyere már! Mi van? Úgy néz ki, mint valami... Izé... Piac. Cipőárus. Ja, bent van? Bent van. Menjünk.
Na, lerázok a körözést. Easy peasy. Easy peasy, nyisd már ki. Milyen rendes ez a portás? Kinyissa a bűnözőnek a kaput. Na, itt kapu lesz. Hogy ez felborul. Na, már izé, agresszívoskodnak. Pizza, szereted a pizzát? Kasabisasú kasaba, vagy hogy hívnak? Valami, nem tudom, hogy hívják, de ő a... Ő a Yakuza Kambu. Ő a Yakuza Kambu, érted? Yakuza Kambu, hát jó, ez egy ilyen titulus. Most hiába nevetsz, hülye gyerek, hát... Ez egy titulus a Yakuzánál. A Yakuza is amúgy olyan kemény, mint az izé, a maffia. Sleeping Dogs-ba. Mikor lesz Sleeping Dogs New végjátszás, Norbi? A Sleeping Dogs-ba ezt láthattátok, hogy azért... Azért... Kemények ők is. Nem tudom, hova megyek. Meg csillagot gyűjtök. Csak hát még nem annyira... Nem olyan nagy sikerrel. De rajta vagyok az ügyön. Érted? Így van. Kettes csillag. Azt hiszem a... Egyetemnél is van csillag, ugye? Kambu. Kambu őrmester. Igen. Szóval a Yakuza is az kemény. Nagyon kemény ott. Ott is az úgy van, hogy ott levágják a kezelet simán, hogyha valami szar, ha valamit elkövetsz, ami a család ellen irányult, vagy valami. Ott az durvák ezek a Yakuzák, ezek azért pszichopaták. Ezt azért el kell mondani. Hiába sejpít ez a Kenji Kasson, az csak egy dolog. Hát az izédet, farkadat levágná, miközben alszol. Az mi? Pajzs. Hát nem ezt akartam. Nem ezt akartam. Hol van a csillag? Vagy lehet, hogy át kéne szállni egy csitába, mondjuk. Gyere. És akkor menjünk a pénzprébe. Gyere. Az ki? Ja, te vagy az? Ki ez? Izé. Burger King-es? Kicsit hangos a rádió, megint nem? Vagy nem? She's on fire? Nem she's on fire? Ho-ho, fire! Media fire! She's on fire! Tudtam, hogy itt van valahol a csillag. Én addig nem mozdulok, amíg meg nem tudom a csillagot. Fire! 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 Menj már innen! Most meg a rejtett csomagot keresem. Én mindig keresek valamit. Na, mehetünk. Mindjárt Bözsi. Bözsikém. Mindjárt megyünk. Az igen! Forever. Kicsit lejjebb veszem a... hangerőt. Már... A számat megbasszák. Forever. Nem baj, Claude. Olyan... Mit dumász? Olyat még úgyse csináltál, hogy egy ilyen kambuval gyűjtsél rejtett csomagokat. Csak eddig egy Mistivel gyűjtöttél rejtett csomagokat. Melyik a jobb? Leaps. One or six. Milyen nosztalgika. Mi? Nosztalgia? Nosztalgika. Nosztalgia. Azt a kurva. Azt a kurva. Ezeket az időket már nem hozza vissza semmi sem. Itt is van körözés csökkentő csillag. Amikor még én is fiatal voltam, kis fiatal virgonc, kis izé. Nem mint hogy annyira öreg lennék, de... Hát amikor még szebb idők voltak. Már megint nosztalgiázik a gyerek. Itt kell lenni valahol egy rejtett csomagnak, nem? Au. Nem. Itt lenni kéne egy rejtett csomagnak. Te is mondjál már valamit, Kambu! Na. Mindig csak én beszélem, már egyfolyam 20 percen kereszt... Na 20 percen én beszélek. Ez nem állapot. Itt kell lenni a rejtetnek. Ezt mindig elfelejtem, itt van. Hát igen, ez a stadion, ahol nem lehet bemenni. Itt a GTA 3-ba? Vagy a Definitive Editionbe? Be lehet már menni a stadionba valahogy? Be lehet ugratni? Vagy... Ne is próbálkozzunk még meg ilyeneken. Én megpróbálom. Én megpróbálom azért.
Majd meglássuk, hogy mi lesz. Az igen, taxi. Crazy taxi. Au. Majd nézzétek csak meg. Hallgassuk a rappet az izével, a Yakuzával. Az igen. Attól még szereteti a rappet, mert Yakuza. Nem azon múlik. Olyan halál lesz. Na várjátok, először, elsősorban gondoskodni kell a gyermekeink jövőjéről. Szóval egy sportkocsit szeretnék szerezni. Egy sportkocsikát. Amúgy, hogyha meghal a Yakuza, esetleg véletlen, csak mondom Norbikám, csak mondom, hogy újból kell kezdeni, és a rejtett csomagot újból, amit összegyűjtöttél vele, újból fel kell venned. Szóval nyugodtan, amúgy egy oroszán keresztül még elmentek akár, mit tudja, megtalálni a Yetit, de utána, hogyha meghal véletlen, kezdheted erről az egészet. És nem csak a küldetésre gondolok. Szóval inkább tegyük ki, jobban járunk. Nekem dumálhatsz egyébként, mit mondasz, lehet azt mondta, hogy szerettem régen a csipet csapatot, nem tudom, mit mondott. Nekem dumálhat ilyen hülye nyelven. Hát leszarom. Ott is van egy rejtett csomag. Itt van a templom. Tényleg, Norbi? Igen? De kemény. Nagyon jó. And hát, tonight. Na. Mit akartam? I don't know. Itt van egy ilyen, bármint a sima GTA 3-ban volt piros-fehér zászló, ugye? Mi már kivették innen a piros-fehér zászlót? Zöld-fehér-piros, olasz. Amerikai küldöttség. A magyar küldöttség már nincs itt, vagy milyen hivatal, vagy mi a fasz? Zöld-fehér-piros. Vagy eddig is az olaszok voltak, ott ezt kevertem annó gyerekkoromban. A legelső GTA 3 végigjátszáskor 22 éves voltam gyerekkoromban. Nem, mindegy. Mindegy. De jó szám ez is. Ha belennék szőlőcukrozva, akkor igen, táncolnék rá. Ugyanaz. Azt meg akartam nézni. Meg ezt a telefonos küldetést, ezt a telefonos kis küldetést is megnézzük, úgyis most van egy jó kis sportkocsink, ami mindjárt felrobban, ha. Na nézzük akkor. Értem. Rude boy. Ott a rude boy, az a inges. Jaj, azt akarják, hogy egy jó sofőrt keresnek. Itt is bizonyítanunk kell, hello, egyetemistalány, hello, itt is bizonyítanunk kell, hogy mi vagyunk a legjobb sofőrök. A nyugdíjas papától kezdve már... Ez melyik csaj? Nem is emlékszem. De nem ez, nem így akartam, így. Hát így bólogat. Ó. Megpróbáljuk ezt a küldetést valami lassabb járművel, de most hiába mondom, hogy kukáskocsival megyek. Mert mehetnék kukáskocsival, de az csak azt jelenteni, hogy elbaszom a küldetést, de ennyi. Megnézzük, hogy a járdiék kocsija mennyire gyors, meg ilyesmi. Na, benne vagytok? Hát ha nem vagytok benne, ha benne vagytok, azt fogom úgy is csinálni, amit én kigondoltam, szóval. Az volt? Nem, ez volt. Így? Megnézzük. Kíváncsi vagyok. Na, Arnoldka. Vagy Arnoldka? Már bocsánat, keverem ezt azont a fazon. Na. Mi? What the fuck? Hát ez hidrolikázott a alap GTA 3, most már csak dudál. Hosszan kell mennyomni, hogy errel? De fasság. Ezt kivették a játékból. Valakit megölök.
Nem vették ki. Jó, bocsánat. Akkor nem örök meg senkit. AD-vel lehet. Jó. Jó. Jaj. Biztos? Nagyon úgy néz ki. De hát AD-vel kanyarodni szoktak, nem? Jézus Mária. Na nézzük meg. Ott egy dodo. Hello. Na. Ott egy vér. Mi van? Mi történt ott? Levágták cucumalacat, hogy mi? Na. A Bobcatben egy öreg ember ül. Nem tudom, hogy nyugdíjas öreg ember mit akar a járdiktól egyébként. De komolyan mondom. Hogy ő miért akar egy kis mellékes. Menjen inkább szórólapozni, pozna, hogy mit tudjam én. 3, 2, 3. Go! Jaj, de jó lesz így. Na gyerünk. Na. Megy ez a járdi lobosz? Járdi lobonc? Hogy ne menne? Hogy ne menne? Úr, de kicsi checkpoint! Azt a kurva. De én ezt nem bírom, hogy flash flash in the jojo. Á, te gyogyós. Jaj, de jó. Á, köszönöm, köszönöm. Köszönöm szépen. Ó, az úgy felfog. Jaj, de ezt kitalálta ki, hogy kanyarodás ugyanaz, mint a izé. Nézd, ott ugrál össze-vissza a kocsi. Hát ezzel sem mink többet, az biztos, hogyha nem, muszáj. Kitalálta ki ezt a marhaságot már megint. Miért nem lehetett külön gomb? Már kikapcsol a rádiót, mert már zúg a fejem. Nem, úgy nem. Nagyon oda kell figyelni a vezetésre. Meg általában mindig oda kéne figyelni a vezetésre, szóval nem tudom, hogy csacsogok megint. Pofázok össze-vissza. Jó. Oké. Jó. Ezt hallgassuk. Salvatore is ezt hallgatta mindig, miközben zongorázott. Mikor megjúvott valamit. Pappara. Tüttürü. Jó, hát ez a tiéd lett, csacsi gyerek. De ez már az enyém lesz. Super save. Ez az, ön is vegyen Nesquik kakaót. Vagy mit, meg madártejet. Ne kérdezzétek meg, hogy melegem van a kabárban, amúgy nincs melegem. Á, de azok tiétek lesz. Nagy mégsem, mert nyomorékok vagytok. Lehet ezeket még ilyen izével le tudtam volna gyalázni, tényleg perelni állal, vagy valami. Jajaj. Nézd meg. Nézd meg. Ilyen izé, bőr, nézd meg milyen izé, ilyen győzik és bőrkábítos kocsi ez amúgy. Jó, amúgy ez már konkrétan szerintem ilyen easy peasy, nem? Ilyen könnyű. Már 8-at felvettünk, az a tiéd. Orra kellene menni. Elbasztam. Ők is. De még mennyire. Nem tudom, hogy vezetnek egyébként. Lehet, hogy éppen rajtuk van Molnár Krisztián izzadós törőközők a szemükön, azt nem látnak semmit. Nem tudom. De borzasztó az a vezetési stílus. Hallgassunk egy kis rappet. Rip, rap, rop. Menj a görcsbe. Oda mennyi. Ez az eső, ez nagyon jó. Nem gondoltam volna New Yorkban, ugye hivatalosan New York, ennyit esik az eső, nem tudtam. Egyébként, de locsolni nem kell a izéket. A kaliforniai paprikákat, az biztos. Annyit esik ez a szar. Az igen, az jó volt nagyon. Tetszett. Ugrálj össze-vissza, nagyon jó, táncolj. Hú, hallod, ilyen izé, ilyen, akinek hány ingere van ilyen kocsiban, azért ne üljön bele. Menjünk az utcsóhoz. Nagyjából. Kicsit lejjebb veszem szerintem megint a izét. Ezt. Hajosan játszok én, vagy én vagyok? Süket. Vagy na, nem süket. This is Head Radio. Én már nem tudok semmit sem. Na, itt vannak a fák. Ugye felrobbanunk. De jó lesz. Majd a utolsóba így belefutok. Vagy valami. Tit, tit,
És akkor winning! Ez az! És akkor ezt ilyen, mit tudjam, ilyen dílerek, járdi dílerek itt járkáltak az utcákat és nézték, hogy na, kimegy bele abba a checkpointba, amit felállítottunk először. Na jó, hagyjuk ezeket a járdikat. Komolyan mondom, már hány ingerem van. Hanem inkább metrózunk, menjünk vissza Portlandre, mert valamit szeretnék nektek mutatni. És nem a mi csodámat. Szépen lemegyünk. Meg azt hiszem, itt is van valahol hiding package. Hát figyeljetek, én ilyen izé vagyok, most amúgy megmondom, Claude itt az új safe house-ába véletlen. Hát ugye nem tudja, nem nagyon ismeri ki még magát az új safe house-ában a rejtekein, aztán a sötétben neki ment egy tükörnek. Azt így összetört a tükör. Kicsit megvágta a mezít lábát. Azt most nem nagyon tud gyalogolni, amúgy próbáljunk meg, ha lehetséges, kocsival menni. Na, viszont ez nem tudom, ez hova fog majd minket vinni? Hogy egyből-e a Portlandre, vagy még a Stewton másik állomásához, Stewton Island. Én nem tudom. De jó lenne már jönne, mert már elfogyott a cigarettám. Jaj! Megijesztettél, hülye gyerek. Oké. Amúgy senki sem száll benne a metróba, azért már büdös vagyok. Mi? Akkor jó van. Megyünk is? Hát ez hatalmas volt, mikor még a 2001-ben ilyenekkel lehetett játszani. Ilyesmi volt a GTA 3-ban, hogy lehetett még ilyen metrózni is. Elképesztő. Nézzétek meg. Egy csoda. Egy kis csoda. Egy safe house felett mentünk el, szerintem a portlandi safe house felett, ugye? Hol vagyunk? Chinatown, csak azt én nem látjátok. Chinatown, igen, akkor a portlandi safe house felett, mert ott meg nem is volt már izé a garázsba semmi. Na, akkor itt van egy rejtett csomag. Peng. Peng. Nagyon jó. Amúgy, mi a... Ja, megijedt a hóemberes izétől. Ja. Megyünk. Megyegetünk. Jaj, gyorsan. Józsikám. Na, jaj, itt vannak már az izé a küldöttség tagjai. Már örülnek nekünk. Jaj, de jó, hogy Portlandben vagy újra. Mémizmáj, ez majd ez egyen meg az uzárat. Hogy örülnek már nekünk. Megyünk is izé a kínai negyedbe. Milyen zene már ez? Itt elfelejtettem egy rejtett csomagot, annyira azzal a izével voltam elfoglalva, hogy egy rejtett csomagot nem vettünk fel. Gyertek már, segítsetek már, hol van az a rejtett csomag? Léci? Itt van még sikátor? Hogy ne lenne? Itt ne lenne sikátor. Hagyjad már magadat? Kicsar! Hey, mi mamma. Na, jaj! Hello! Na, nem bántani a Claude-ot. Mert kicsi Claude-ocska. Na. Mivel menjünk? Mivel ne? Jaj! Segítség! Valaki mentse meg! Ezt a néma gyereket! Jaj! Bocsánat ezért a öregemberes kiáltásért. De öregember nem vénember. Na, de nem ezért jöttünk amúgy vissza Portlandre, nehogy azt higgyétek, hogy mi a megzavarodtam, vagy valami. Nem. De hát ezt nem hagyom, ezt nem hagyhatom büntetlenül. Hogy a maffia itt megint izé példálózkodik, meg akart olyan Stewton Islanden is. Ezt nem hagyhatom büntetlenül. Azt én tudok valamit, ám, amit a többiek nem tudnak. Hogy a Joey még most sem nagyon van benne a család dolgaiba. Még most sem nagyon üti bele az órát, hanem megint mintán misztiskedik. Megint inkább miszti ez. Egyfolytában. Hoppá. Hoppácska. I'm hot tonight.
tonight. Na milyen dolog ez? Na mindegy, még egy kicsit, még várjunk. Viszont Viktor írta, hogy ugye majd vigyek már át egy Mafia Sentinelt a második szigetre. Ezt elfelejtettem. Szóval a szívás, de majd itt a külső peremen találtam egyet, hát ha nem robbannak. A kurva! Bazd meg! CJ! Istenem! Istenem! Néma Patison! Istenem, ezek nem okosak. Sose voltak azok. Hát sose voltak azok. Hát ezektől félni lehet. Mi van? Nincs ott semmi benne. Aj, Claude. Na, kezdek ideges lenni. Átváltozik a hajszínem, mint Dragon Ballnak. Jó, akkor visszamegyünk. I can sell the rings. Nem érdekel. Nem ilyen némák. Mondjuk a fegyverimet nem kéne elveszítenem. Na most már Saint Markba vagyok? Igen, most már Saint Markba. Ugye lelőnek. Aha. Már Néma Patison már... Valahol ott van. Ott van a shotgunnal. Bazd meg! A shotgunnal! Ott is egy shotgunos! Vaj, Jézus Mária, nem okos, nem normális. Atya gatya. Nem normális, hülye gyerek. Há! Hagyjatok már! Öreg volt már a Don. Öreg volt, ő se volt már fiatal. Fejezd be! Mondom, fejezd be! Bazd meg, de nem azért, de... Mindjárt én kapom a körözést, de én csak megvédem magam. Az ilyen self-defense. De hát... Mi istenem? Ez a self-defense. Mindjárt távolnak ezek a Néma Patisonok. I just got a sting. Hát ez best I guess gonna be. Ti láttok Néma Patisont? Én igen. Ja nem, nem csak verekedés van. Van itt áll, meg itt a fal mögött. Íni, szépen, mint van a részeg. Aki nem tud hazamenni normálisan, támaszkodik a falhoz. Egy-kettő sorozatot lövök. Így egy Walking Dead sorozatot. Itt van egy Simpson család sorozat, meg egy South Park sorozat. Jajaj, ismerős hely. Még én nem a Mafia Sentinelt vinném Claude helyében el, hanem a zongorát. De hát ő tudja. Ami úgy nézek ki a fészkemen, mint valami, akit elvertek. Lezűlött drogos. Na mindegy, hát, na. Rizsa. Sok a rizsa Norvikán. Na, óvatosan, óvatosan. Én nem merek ott lemenni. Szerintem érthető a félelmem, az aggodalmam. Hol menjünk? Itt menjünk. Megoldjuk! Minden meg lehet oldani. Pláne meg ezt. Na mindegy, akkor erre menjünk. Pedig ez nem jó, mert itt még itt vannak a Patisonok. Jaj! Na, végül is sikerült. Sikerült! Siker! Au! Ez fájdalmas volt, motherfucker. Nem... Erre megyünk. És akkor... Ide tesszük a Sentinelt. Így... Ni. Miért csukódik kétszer az ajtóbe? A garázs ajtó, nem vágom. Mórikálja magát. Na viszont, egyébként visszatérve a maffiához. Egy F-fel. Hát Joey ugye itt van most Misty-nél, látjátok, éjszakákat itt tölti. Sikerült a BF injection-jét megjavítani, amit egész küldetés sorozata óta javít. Szóval, hát köszönöm szépen, hogy ez a utófizetség. Ez a utófizetség egyébként, nehogy már azt higgyétek, hogy ti vagytok itt a királyok, ti vagytok itt a lazanyák, meg a paszták, meg a izé. Na, hát nehogy már. Szóval ez még kiárt. Ugye amúgy felrobbanok. De ez még kiárt nekem.
Az a BF kis injekcionöscske. Aki nagyon jó baba itt a Definitive Editionben. Akit majd leszállítunk a sorozatvéli garázsban, de az még nem itt van. Most van Tonynak az esküvője. Még van négy óránk, szóval én nem csak semmit. Nem, dehogy nem, dehogy nem, dehogy nem. Meglássátok, hogy mit akarok még. Tiririn. Push it at the limit. Pararampam. Au. És tényleg ez a BF injection nekem meddig lesz a garázsomba? Joey igen anyázhat reggel majd egy sort. Firenze? Mire? Vagy mikor meglátsz, hogy ellopták a BF-jét. De hát amúgy nem azért, de hát olyan helyen Diablók is ellophatták volna simán. Egyébként. Mondjuk gondolom félnek azért a maffiától. Na. Na-na-na. Ma-na-na. Ho-ha. Ho-ha. Jó. Oké. Okay. Zsír. Karaj. Csülökpörköl, paszal. Jó. Hú. The Wife. Ez volt már régen. Auá. Segítsék a szívem. Jó. És akkor... Itt van egy... Egy csitá. Mert a csitá. Így van, Claude. Így van. Ki van még itt a közelben küldetésadó? Ja, tényleg valamit nem mutatta meg, srácok. Csita, menjél vissza. Valamit nem mutatta meg nektek. Nagyon komoly dolog. Komoly. Komolyabb egy prostata. Prostatánál is. Szóval... Elsősorban... Hát elsősorban azt tudom, hogy... Mit akarok, de majd meg lesz. Már she's on fire. Elsősorban nekem kellene egy kis kocsika. Ilyen kis kocsis. Ilyen kis kocsika, ilyen boldogságos kocsika. De még nem látok olyan kocsit, ami nekem kell. És nem rólad van szó, Cabby. Nem is rólad, Render. Hanem rólad van szó, egyen meg. A lelkedet mamácska. Nevezessé ilyen szürke hályog szemmel. Na! Agresszív mamó. Látjátok? A térképen? A radaron? Egyből beadta. Így segít a Grove Street Games, hogy van egy ilyen mellékületés is. A játékban. Az könnyű amúgy. Hát a Landstalker-es az már nehezebb lesz, de nem hiszem, hogy nekem most van gyomrom ilyet megcsinálni. Jó, ja, az már egyből már megy az idő. De jó. Jó vagyok amúgy, biztos szar vagyok, nem? Az igen, ott is van egy karika. Gyűjtjük itt a karikákat. Hallod? Olimpiai karrier. Na, riasztó. A számomra nem riasztó. Hú. Micsoda szöveg? Micsoda duma? Hú. 2021. Aha. Itt nem is volt olyan? Ja, azt jó elbasztam úgy. Na, újból. Na, legalább normálisan kiírja, hogy you're out of time. Nem azt írja, hogy ki... Bazd meg! Béna vagy, te szaros vagy. Milyen tudja, milyen ilyen izé... Fordítók. Ilyen... Ütötték otthon a fordítókat, a készítőket is. Ilyen világfájdalmuk volt. Ping. Oda kell figyelni, hogy fehér kenyér helyen, hogy barna kenyeret vegyünk. Igen. Most nálam miért nem vagyok zenés hangulom, nem tudom miért. Nem tudom, mi történt velem? Mi van, Norbikám, mi van? Jól vagy? Tün-tün. Valamit biztos kihagytam amúgy. De miért is ne? Istenem. Na, egyre jobb.
Én már nem mondok semmit, csak... Egyes... Retkes... Ott van még egy, kettő, három, négy... Jó, meg lesz! Jó, man! Ez milyen jó szám. Na ide meg kell kakaó. De hogyha nincs ott a kakaó, jó, te is. Nem lesz meg! Pont elmenj mellette! Bazd meg! Bazd meg! Ezt nem hiszem el! Istenem, ez ki az a festett hajú? Na, talán gyorsan, hogyha még visszaérek. Ha visszaérek. Ezt jó elbasztam. Már, bocsánat a nyelvezetért, a language-ért. Hát ezt jó elbasztam, Norbikám. Bassza meg! Lips van orszix. Takarodjatok innen a görcsbe! Ez a New Day Hall-en. Istenem! Pedig ezt mondtam, hogy könnyű. Hogy azt mondom, hogy könnyű, akkor könnyen meg lehet csinálni. Ma azért az a neve, hogy könnyű. Sima. Érted? Azért az a neve. Na. Már leütök valakit. GTA-ba azt könnyű megoldani. Kivitelezni, hogy leütök valakit. Na, vágjunk bele megint. Nyugi van. Nincs probléma. No problem. No money, no problem. Igen. Látjátok a arcom, hogy milyen boldog vagyok? Repesek az ürümtől. Ott nem hagytam? Ja, az egy Esperanto, jó van, az itt a kék, világos kék Esperanto, hogy... Bassz meg, Banshee! De ezt nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz. Oroszlán, hey, I'm hot tonight. Tudjuk, hogy hot vagy tonight, na. Most már nyugodjál meg. Ink, ting, ting. Van-e valami ott? Nincs. Kalindjázunk össze-vissza. Így szokták? Yeah. 1, 2, 3, 4, most ugyanott vagyunk, ahol előbb voltunk, de... Hát majd kiderül. Hogy alakul a dolog. Klódocska! Sebesség! 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 Kell a sebesség! Kell a sebesség! És kész! Jaj, vigyázat! Vigyázat! Jaj, dilobonc, mert ma mácska. Kismama. Hát a kismama már régen volt. Na. Végül is sikerült. Sikerült. Mit akarsz? Ja, mondtam, ide nem jövök, mert megöltem. Bocsi, nem én vagyok, a Ikea testvérem ölt meg téged múltkor. Nézzük meg Asukát. Mi van vele, meg Mariával. Jó el vannak-e? Égrik világukat, vagy sem. Itt a videó 50. percében. Egy riporter szaglászik körülöttünk. Jaj. Jaj, van ilyen pervers ember, tudjátok, biztos mikor szerelmeskednek a Asuka meg a Maria, így fotózza lefele őket. A csávó, vagy nézi. Ott van, hát ott van. Jó dolga van amúgy. Jó dolga, egy kis azért kukkolós kukkoló. Valamit mondani akartam ezzel kapcsolatban. Tudja már, görcs. Menjünk a rendőr csónakért. Várjál, nem is ott mutatja a térkép. Hát de a alap GTA 3 itt volt, nem? És meg ott van. Oké. Jó. Mindegy, hát a rejtett csomagot azt felveszem. Fel. Kapom. Remélem, hogy ez a rendőrcsónak is megfelel a célnak.
megfelelhet? Nem. Azt mondja, nem felel meg. De miért? Hagyjál már a hülyeségem! Ugyanolyan rendőrcsónak! Hagyjál már! Idegesítsél már fel! Ennyi. Szegény csávó, hogy meg lehet rémülve. Ja Istenem! Pedig most vettem ezt a Kodak fényképezőgépet. Szegény? Nem mennék a helyébe. Hát legalább utoljára még láthass ezt a Disney hercegnő és Asukának a képét, hogyha ránéz a fényképre. Ezt ennyi. Talán még túlélheti, de aztán majd a hipotermiába meghal, hogyha beleugrik a vízbe. Vagy nem tudom, ennyi. Itt kikötök. Dobjátok ki a vasmacskát! Vagy a vaskutyát! A pamkutyát! Jaj! Na, én nem merek kiugrani. Várjátok, ne is ugolj csak ki! Oda el lehet menni? Oda el lehet menni? Szerintetek az a... Kíváncsi, hogy valaki elment oda Dodóban. Biztos elment oda valaki. Már. Mindjárt visszatesz. Oda nem lehet elmenni. Jaj! Izébe érzem magam Assassin's Creedbe. Ott van Portland. Igen. Jó, azt hittél, de most valami nagyon komoly dolgot mondok. Nem. Valami sziklánál kell lenni a rejtett csomagocskának, nem? De melyiknél? Ezt elfelejtettem. Arrébb kéne még menni, vagy pont ennél? Sok szikla nagyon nincs. Szikla képződmény. Nem mindegy. Szerintem az úzda fele kellene menni, de az meg nem itt van. Várjatok. Jó van, kicsit megyünk. Hogyha már van csónak játékban, vagy hajó, vagy minek nevezem ezt, Ladik. Ezt a hajót is felrobbantom. Na mit volt a Katerináéknak a hajója? Ez a Lescargo. Újraépítették, hogy mi? Érdekes. Milyen békés a víz. Hallod, lehet, az ilyen maffia halottjai ott énekelnek a víz alatt. Na maffia. Ez az a szikla képződmény. Na itt fog megfulladni amúgy. Hát Claude, örülök, hogy megismerhettelek. Kedves Amazon. Milyen Amazon? Ott van. Hát lehet. Lehet zöld az ég, és lehet kék a fű. Nekem mindegy, hisz égül is itt egy fészkemnél egy nagy fülű. Csak nem látszik, mert a headsetet elvette. Ugyanolyan szerzemény, mert Isten verte. Ó. Na, még a részben egy csomagocskát akkor vegyünk fel. Tudom is, hogy van melyiket. Kikötünk. Azok a régi szép idők. Szólt a Head Radio. Elhiszem, hogy szép volt az. Ó, te nagy mamlasz. Itt kikötök. Dobjátok ki a vasmocskát! Jó? És akkor lenni kell egy rejtett csomagnak. És akkor megkapjuk a pajzsot, ugye? Pajzsos pajzs. A pajzsmirigyet. Így van. Amúgy ide azért megköszöntem volna, hogy tettetek volna be egy kocsit, mert gyalogolhatok amúgy. Nagyon szépen köszönöm. Pedig mondtam, hogy az igen! Mi van itt? Miért kellett lelőni a kóborkutyát? Ezek a jakuzák mond... Jaj! Kit lőtek le? Hát csak Jaj, szegény! Ó, Istenem, elesett. Hányszor elesett? Picsába. Na!
Menj már innen. Adja, dob már be egy kocsikát, kis kocsit. Csitát. Ugye, csita, kis csita. Még ez egy infánusz, de jó van, Norbikám, jó a szemed. Ez a sex epilen. Buknak a lányok rád. Jó van. Bőbeszédőség. Az megy. A bőbeszédőség. Hát én azt kerestem volna igazából, hogy itt lenne valahol rejtett csomag. Biztos van valahol. Na jó, menjünk aludni Claude, mert látom már csipás, hogy meg lejárt az egy óra hossza. Letelt. Letelt az egy óra hossza. Aj, félek amúgy, hogy a BF Injection-t elveszi. Nem bízok ebben a Gross Red Games. Na mindegy, attól fogok megpróbálom, hogy három kocsi legyen. Ez igen. Hát ha nem beszélődik el. Ha mondjuk rossz pénz nem vészel. Ugye eltűnik az összes. Jó, megmaradtak. Jó van. Na, hát hogyha ti is megmaradtak így a rész végre, akkor dobjatok egy lájkot. Azt nagyon szépen megköszönném. Claude is megköszöni, és találkozunk a következő részben. Szóval, na. Szóval, hello, és sziasztok, sziasztok. Aztán csak óvatosan a lövöldözésekkel. Sziasztok.